Nagyon sok szeretettel köszöntöm a fizikus hallgatókat. Talán tudjátok, hogy Hertlen Károlynak hívnak. Vankó tanárral megbeszéltük, hogy a mai előadáson kísérleteket fog bemutatni a rezgések témaköréből. Azt mondta tanár úr, hogy már valamennyire előre vagytok, tehát igazából az elméleti alapok valószínűleg kevesebbet fogok mondani, inkább a kísérletnek a részleteivel szeretnélek dolgoztatni titeket. Elsőként a csillapítatlan rezgések témaköréből fogunk menteni, vagy megmutatni kísérleteket. A legalapvetőbb, legegyszerűbb kísérlet, amit itt látunk, egy rugó, tehát két darab rugó között egy fából készült korongot, vagy gömböt látunk, és tulajdonképpen az a lényege, hogyha huzamosabb ideig magára adjuk, akkor lecsillapszik, meg tudjuk állapítani a nyugalmi helyzetét, és a nyugalmi helyzetéből térítsük ki ezt a golyót, és hagyjuk magára. És azt látjuk, hogy periodikus mozgást végez. A periodikus mozgásunk leírásához, ugye világosan látszik, hogy a mozgásegyenletet kell felírni. A mozgásegyenletnek a felírásához először is meg kell tudnunk mondani azt, hogyha kitérítjük ezt a testet, akkor milyen lesz az az erő, ami a nyugalmi helyzet felé fogja őt elmozdítani. Azt kell látni, hogy a két rugónkról feltételezzük, hogy a rugó erőtörvény igaz, vagyis egy egyenes arányosságot fog mutatni, vagyis a rugóerőtörvényünk mínusz D-szer X alakú. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban és jobban térítem ki, és a kitérítéssel egyenes arányosságban növekszik az erő. A mínusz jel azt jelenti, hogy a kitérítéssel ellentétes irányú lesz az erő. Az a lényege a kísérletünknek, hogyha megnézzük, van egy másik eszközünk is itt. Ez a másik eszközünk, egy rugóra függesztettünk föl egy tömegpontot, egy ilyen kis labor súlyt, és azt hiszem, ez is nagyon szépen mutatja azt, hogy a nyugalmi helyzetéből kitérített és magára hagyott test egy periodikus mozgást fog végezni. Egyelőre még csak azt tudjuk, hogy a mozgásunk periodikus. Abban az esetben, hogyha szeretnénk megtudni, hogy ez a mozgás ez pontosan hogy is zajlik, akkor nekünk szükségünk van egy egyenletre, ami az egyik oldalán fogja tartalmazni a rugóerőtörvényt, a másik oldalon pedig Newton törvényét fogja tartalmazni, ugye az M/A lesz az egyik oldalon, a másik oldalon a mínusz D/X. Ha föl akarnám írni ezt az egyenletet, akkor azt mondhatom, hogy M/A egyenlő mínusz D/X. Ez az alakja. A nagyon fontos dolog az, hogy amikor a rugóerő törvényről beszélünk, akkor ebben együtt meg is adtuk azt, hogy mik azok a körülmények, amikben ezt a differenciál egyenletet, most már kimondhatjuk, mi használni tudjuk. Ha a mínusz D/X nem teljesül, akkor ezt az egyenletet elvethetjük, és egy teljesen mással kell majd dolgoznunk. Mikor nem teljesül ez a mínusz D/X? Hát ugye ezek a rugók úgy lettek legyártva, hogy ennek feleljenek meg, de mindenki beláthatja, hogyha én húzom ezt a rugót, és itt az alsó részén már ez a rugó teljes egészében fölül, akkor már biztos, hogy nem lesz mínusz D/X alakú, ugyanez a másik irányba is igaz. Természetesen, hogyha annyira megnyújtjuk a rugót, hogy maradó rugalmasság, tehát maradó deformáció marad benne, akkor megint csak nem igaz. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy ezt az egyenletet fog kelleni megoldani. Ha valaki megnézi, attól hívjuk ezt differenciál egyenletnek, hogy ez az oldal, ugye itt a kitérés idő függvényében látjuk, és itt pedig a kitérés idő függvényében a második deriváltját, A helyére írhatnánk x2 pöttyöt. És akkor tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy egy nagyon egyszerű egyenletünk van, hiszen a derivált, a második derivált és az LF függvényünk, az tulajdonképpen csak egy konstansban különbözik egymástól. Tehát akkor ez a differenciál egyenlet könnyedén megoldható. Ezt nem ezen az órán fogjuk most megoldani. Azt kell tudni még erről, hogy
ezeket a rezgéseket, amit eddig mutogattam, ezek tulajdonképpen nagyon egyszerű, úgynevezett translációs rezgések voltak. És a translációs rezgésekkel kapcsolatosan akkor most eljövünk ide ebbe az asztalba, és megnézzük azt, hogy a translációs rezgések mellett vannak úgynevezett rotációs rezgések. Itt van egy eszköz, ez a polféle készülék. A polféle készüléknek egyik főszereplője a teta tehetetlenségű vörös részből készült korong, amely viszintes tengely szerint nagyon szépen csapágyazva van, és a korongnak az egyik pontjához ez a spirálrúgó van hozzákötve. Ez a spirálrúgó, ha elfordítjuk, akkor megfeszül, akár jobbra fordítom, akár balra fordítom, és tulajdonképpen a magára hagyott test egy periódikus mozgást fog végezni. Ez a periódikus mozgás megint csak lehet vizsgálódás tárgya, és azt kell észrevennünk, hogy ebben a képletben, amit az elébb már elmondtam, nagyon nagy hasonlóság lesz, hogyha ezt le akarjuk írni. Az M helyére ennek a korongnak a tehetetlenségi nyomatékát fogjuk beírni, az A helyére egy bétával jelölt szöggyorsulás fog kerülni, a D helyére D csillag lesz, ami azt jelenti, hogy csak azért lesz, hogy más lesz a mértékegysége, tehát abban fogjuk megkülönböztetni, torziós rugómerevségnek szokás ezt hívni, és az X helyére pedig a feed fogjuk írni, a szögelfordulás, mint időben. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megtanulta ennek a differenciál egyenletnek a megoldását, akkor nagyon egyszerű dolga lesz, hiszen ugyanezt kell elvégezni még egyszer más betűkkel. A következőkben, míg ezt az asztalt én innen eltolom, és betolom a másik asztalt, azt szeretném elmondani, hogy a fizikában mindent rezgésnek fogunk hívni, amelyben egy fizikai mennyiség periódikusan változik. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy itt most egy olyan kísérletet fogunk megmutatni, amelyben nem mechanikus kísérletek vannak, hanem egy elektromos rezgést fogunk tudni megcsinálni. Maga az eszköz, amiről beszélünk, egy jelgenerátor, de hogy világos legyen, ezért azt fogjuk csinálni, hogy szépen, hogy át tudjátok látni ezeket a drótokat, én lebontom az összeset, és egyenként megmagyarázva, hogy pontosan mit is látunk, fogjuk meg tudni mutatni a dolgainkat. Tehát azt mondja, hogy az első lépés az lesz, hogy itt ez a felső, ez egy úgynevezett jelgenerátor. Ennek a generátornak a segítségével fogunk tudni csinálni egy rezgést, egy elektromos rezgést. Abban az esetben, hogyha szeretnénk az oszcilloszkópot megérteni, hogy hogyan működik, akkor a következőt lehet mondani. Az oszcilloszkópunkban van egy katódsugárcső. A katódsugárcső ugye hossztengelye ebbe az irányba van, tehát hátrafelé, itt mi az ernyőjét látjuk, és azt látjuk, hogy egy folt egyenes vonalú, egyenletes mozgással mozog az oszcilloszkóp képernyőjén, ugye balról jobbra. Azt, hogy mekkora sebességgel fog mozogni, azt az idő alap beállításával lehet megtenni. Vehetjük egészen lassúra is ezt a jelet, és vehetjük egészen gyorsra is. Az a lényeg a dolgnak, hogy az oszcilloszkóp megalkotói úgy csinálták meg, hogy erről az idő alap állító készülékről meg lehet mondani, hogy mekkora a sebessége az oszcilloszkópon ennek a fényfoltnak. Itt oda van írva, hogy 2 szekundum per kocka, ez azt jelenti, hogy míg innen ide elér, 2 szekundum alatt ér el. Ezt lehet, mondom, gyorsítani, és hogyha gyorsítjuk, akkor egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a mozgás, ez teljes egészében egy egyenes vonalú, egyenesnek fogjuk látni. Ez azt jelenti, hogy most is tudjuk, hogy egyenes vonalú egyenletes mozgással fog mozogni,
csak azt fogjuk látni, hogy a képünkön egy egyenes vonalban. Az eltérítést függőleges irányba pedig a vizsgált jel fogja megadni. Ez azt jelenti, hogy itt van a vizsgált jel. Természetesen ahhoz, hogy a vizsgált jelet meg tudjuk állítani, ahhoz az kell, hogy az eszközünket szinkronizálni kell. Ehhez tartozik nekünk egy szinkronizáló zsinórunk. Ezt a szinkronizáló zsinórt az oszcilloszkóp jeléhez fogjuk hozzákapcsolni, és azt mondjuk, hogy íme itt van a szinkronizált jel. Ez azt jelenti, hogy amikor a jelünknek a kitérése egy megadott érték, ahhoz az értékhez fog tudni mindig az oszcilloszkópunk szinkronizálni, és így meg tudunk nézni egy jelet. Amint látjuk, egy színuszos jellegű görbénk van. Azt, hogy mennyire színusz, azt úgy lehetne megcsinálni, hogy az ember fogja praktikusan kiszerkeszt egy színuszt, és oda teszi, de hát minden esetre azt hiszem jól látszik, hogy a megszokott görbénktől teljesen, görbénkkel teljes egészében megegyezik. Tehát az oszcilloszkópunk működése, még egyszer mondom, a viszintes irányban az idő, a függőleges irányban a fizikai mennyiség, jelen esetben ez egy feszültség lesz. És tulajdonképpen a jelünknek a vizsgálatára egy nagyon gyakran használt eszköz. Villamosmérnökök, fizikusok és egyebek is használják, tehát a fő használók azok ezek. A következőkben azt fogjuk észrevenni, hogy ha magára hagyjunk egy testet, egy rezgő testet, akkor egy idő után ez a test ez meg fog állni. Úgy is mondhatnánk, hogy a rezgés elcsillapszik, és akkor ez azt jelenti, hogy foglalkozzunk a csillapítások szerepével is. Hát, hogyha ugye itt van ez a test, ezt szépen kitérítem, magára hagyom, és egy rezgés fog végezni. Ha nem túl hosszú ideig vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy állandó a tágassága a rezgésnek, és az állandó tágasságú rezgés, azt mondjuk, hogy ez egy csillapítatlan rezgés. Ha szeretnénk csillapítani, akkor ehelyett a tömegpont helyett egy vele teljesen megegyező másik súlyzót fogunk használni, azzal a különbséggel, hogy ennek a súlyzónak a végén van egy rúd, és erre a rúdra tettünk egy korongot. Abban az esetben, ha ezt ugyanúgy fölakasztom, ahol az elébb a másik test lógott, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a korong a vízben van, tehát elmerült a vízben, és hogyha az függőleges irányba, mozgásba hozzuk, akkor ez a korong az áramlásával tulajdonképpen egy csillapítást fog megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a közegellenállás lesz az, amely csillapítani fogja ennek a testnek a mozgását. Nézzük meg még egyszer, és akkor azt hiszem mindenki jól látja, hogy a rezgés elcsillapodása lényegesen gyorsabb. Hát, hogyha a differenciál egyenletünkben gondolkodunk, akkor ide még egy tagot fogunk beírni, és ez a K-szor V alak lesz, ami tulajdonképpen nem mást mutat, mint az, hogy a sebességgel arányos csillapítást fogunk tudni megvalósítani. Természetesen, ha ezt a tagot hozzáveszünk, akkor ennek a differenciál egyenletnek a megoldása majd egy másik alakot ölt, de azt észre lehet venni, hogy ez a testünknek az kitérése időben, ez az első derivált, és ez pedig a második derivált. Abban az esetben, hogyha a korong méretét megváltoztatjuk, kicserélhetjük egy nagyobb korongra, akkor a rezgésünk egy igen furcsa mozgást fog venni, tehát megkeressük a nyugalmi helyzetét, itt van a testnek a nyugalmi helyzete. Kitérítem, és azt vesszük észre, hogy a nyugalmi helyzetét sokkal lassabban éri el, sokkal gyorsabban csillapodik le a mozgás. Megnézhetjük természetesen még egyszer, így. És tulajdonképpen a csillapított rezgéssel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy abban az esetben használhatjuk a differenciál egyenletünket, hogyha a sebességgel arányos lesz a csillapítás.
Vissza fogunk erre még majd térni, illetve több oldalról is meg fogjuk nézni. Ha a sebesség nem sebességgel arányos a csillapítás, akkor természetesen a differenciál egyenletünknek ez a része ez másmilyen lesz, és akkor másképpen is fog kelleni megoldani. Az nagyon fontos, hogy a torziós rezgésekkel is tudunk majd csillapított rezgést megfigyelni. A torziós rezgésekkel való megfigyelés, most jött elő az, amit én mindig rettegek, hogy kint hagyok valamit a szobába, úgyhogy most elmegyek egy mérőzsinórér, pontosabban egy hálózati zsinórér. No, már itt is vagyok, ezt a hálózati zsinort sikerült bent hagyni a szobámba. Tehát itt van akkor a polféle készülékünk. A polféle készülékünkkel kapcsolatosan a következőt kell megfigyelni. Azt már láttuk, hogy van egy spirálrugó, van egy tetatehetetlenségű korong, és azért fontos, hogy ez vörös részből legyen, mert a vörös rész nagyon jól vezeti az áramot, és a tápegység, amit használni fogunk, egy különböző áramerősségeket fogunk tudni ebben a tekercsben majd folyatni. Ezzel a műszerrel fogjuk tudni leellenőrizni. Ennek a tekercsnek van egy vasmagja, a vasmagja ezen a részen föl van mecve, és az így keletkező légrésben mozog ez a korong. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ez a korong mágneses térben fog mozogni, és ez a mágneses tér nem elhanyagolható, akkor a korongban úgynevezett Foucault-féle örvényáramok fognak indukálódni, és ezek a Foucault-féle örvényáramok fékezése lesz az, amely csillapítani fogja a rezgésünket. Tehát akkor nézzük meg, kitérítem, és akkor Foucault-féle áram még most teljesen nulla, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy alig-alig csillapodik a rezgés tágassága. A következőkben azt fogjuk csinálni, bekapcsolom az áramforrásunkat, és beállítunk, tessék itt megfigyelni, fél ampernyi áramerősséget. Így. És végezzük el a kísérletet még egyszer. Hát ebben az esetben azt hiszem mindenki jól látja, hogy nem mondanánk azt, hogy a lengések megfigyelése közben nem lenne gyors a csillapodás. Tehát viszonylag gyorsan elcsillapodott a rezgés. Megnézhetjük még egyszer. És azt látjuk, hogy a rezgés elcsillapodásának sebessége nem túl nagy. Jó pár rezgés után a rezgés elhal. Megtehetjük azt egy áramforrásunk segítségével, hogy megduplázzuk a gerjesztő áramot. Ekkora mágneses tér is megduplázódik, és a Foucault-féle örvényáramok lényegesen gyorsabban fogják csillapítani a rezgést. Akár jobbra, akár balra térítjük ki, ugye ez tulajdonképpen nem szempont, hogy melyik irányba térítjük ki. Azt jól meg lehet figyelni, hogy a rezgésünk az nagyon gyorsan csillapodik. Növeljük tovább az áramerősséget. És ebben az esetben, ha elindítjuk, akkor azt látjuk, hogy már nem alakul ki rezgés. Úgynevezett aperiódikus rezgésről beszélünk. Ha tovább növeljük az áramerősséget, és elvégezzük a kitérítést, és magára adjuk, akkor ugyanúgy a nyugalmi helyzetnél fog megállni, és azt látjuk, hogy az előzőhöz képest sokkal-sokkal lassabban fog az aperiódikus mozgásunk megszűnni. Még egy picit növelhetünk az áramerősségen, ennyit még tud az áramforrásunk, és azt hiszem jól látszik, hogy most sokkal, de sokkal lassabban fog a rezgés, tehát ez a mozgás elcsillapodni. Nos, nézzük meg, hogy mit tudunk meg ezekből. Hát ugye azt láttuk, hogy az egyik lehetőség, hogy kitérítjük a rezgést, és a csillapítás hatására viszonylag
gyorsan, lassabban csillapszik el a rezgés. Abban az esetben, hogyha az áramerősséget egy jócskán megnöveljük, akkor viszont azt látjuk, hogy nem alakul ki rezgés, és igen lassan megy a nyugalmi helyzetbe a testünk. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor majd a differenciál egyenletünknek lesz egy megoldása, bocsánat, ugye nem felejtjük el, hogy ide a bétát fogjuk írni, ide a fit, ide pedig az omegát. Ugye ennek megfelelően, ha majd a differenciál egyenletet megoldjátok, akkor fogjátok látni, hogy lesz egy olyan tag, ami négyzetgyök alatt van, és ez a négyzetgyök alatti tag, ez természetesen lehet pozitív, lehet negatív, és lehet nulla, és aki már ezt a differenciál egyenletet megoldotta, akkor fogja tudni, hogy ez a nulla, ez egy nagyon érdekes eset, ez az úgynevezett aperiodikus határeset, ugye a K értékét változtatjuk, hogyha a K értéke nagyon nagy, a csillapítás nagyon nagy, akkor nem jön létre rezgés, ha a K értéke kicsi, akkor pedig létrejön, és a kettőnek a határesete az azért izgalmas, mert el lehet mondani, hogy ez egy olyan szélső érték kereséshez vezet, hogy megnézzük, hogy mikor fog a legrövidebb idő alatt a kitérített test a nyugalmi helyzetébe visszakerülni. Ez, ha fölteszi az ember a kérdést, hogy ez miért fontos és kinek fontos, akkor azt kell mondjam, hogy természetesen számtalan mérnöki alkalmazás van. Ha villamos körökben maradunk, akkor ez az eszköz, ez nagyon hasonlít a depré műszernek egy pici részéhez. A depré műszerben ugye találunk egy tekercset. Természetesen, hogyha ezt a műszert én egy picit megfordítom, és megkérem a Tamást, Sarkadi tanár urat, hogy segítsen megmutatni ezt a részt, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ebben a depré műszerben itt látható egy keresztirányban egy tekercs, és ez a tekercs ebbe az irányba fog tudni elmozdulni, tehát így mutatja mutatandó értéket. Ott, ha ügyesek vagyunk, meg tudjuk mutatni a spirálrugót, ami teljesen megegyezik a polkészüléknek a spirálrugójával. Ez azt jelenti, hogy amikor én bekapcsolom majd a műszert, akkor ez a mutatandó érték körül végezne lengéseket, ha nem lenne csillapítása. Természetesen, hogyha azt szeretnénk, hogy a mérőműszerünk az a lehető legrövidebb idő alatt mutassa a mutatandó értéket, akkor ugye nem jó a túlcsillapítás, mert akkor sokat kell várni, míg szép lassan cammogva a mutatandó értéknél megáll. Vagy a másik eset, ha kicsi a csillapítás, akkor viszont azt látjuk, hogy a mutatandó érték körül hosszabb, rövidebb ideig ingadozik. Persze mondhatja valaki azt, hogy hát itt kit érdekel egy depré műszernek a csillapítása, főleg a mai digitális világban, de maradjunk annyiban, hogy ha valaki kimegy az utcára, akkor azt látja, hogy rengeteg autó közlekedik, az autók, hogy kényelmesek legyenek, rugózása van, és ez a rugózás, ez tulajdonképpen egy csillapítatlan rezgés lenne. Ha a rugó mellé tudomásul vesszük, hogy van úgynevezett lengéscsillapító, akkor a lengéscsillapítót, ha jól állítjuk be, akkor a lehető legrövidebb idő alatt fog a kocsinak a lengése megszűnni. Természetesen mondhatja valaki, hogy olyan jó az, hogyha egy nagy hajószerűen kicsit lengedezik az autó, de gondoljunk abba bele, hogy amikor az autónk ez lengés, tehát úgy megy, hogy lengés közben halad előre, akkor a felső holdpontoknál a gépjármű kereke az aszfaltot a legkevésbé nyomja, már pedig tudjuk, hogy a gépjármű, hogy arra menjen, amerre mi szeretnénk, úgy gyorsuljon és úgy lassuljon, az kell, hogy a lehető legnagyobb erővel nyomja az aszfaltot. Magyarul az ilyen imbolygó mozgással menő autónak a menetstabilitása az botrányosan rossz lehet. Természetesen több dolgot is találhatnánk még, ma maradjunk ezekben, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezt a csillapított rezgést egy kicsit emelkedettebb módon megnézni. Ehhez oszcilloszkópot fogunk használni, vagyis visszahozom ezt az eszközt, és megnézzük, hogy pontosan mit is tudunk tenni. Hát ugye, amit most látunk, az, hogy van a jelgenerátorunk, és a jelgenerátorunknak a
jele, az itt jelenik meg. No, hát ez most egy színuszos jel. A jelgenerátorunkkal akár tudhatunk hűészelet csinálni, de most mi négyszögjellel fogunk kísérletezni. Ezt a négyszögjelet be fogjuk állítani egy megadott értékre. Egy picit még növelünk ezen, így mi. És azt is tudom mondani, hogy egy kicsi belőből leveszünk, így mi, körülbelül ez lesz a mi jelünk. És ezt ide föltesszük. És akkor amit szeretnék megmutatni majd, hogy az oszcilloszkópunknak nem egy sugara van, hanem van még egy sugara, és ezt a másik sugarat is meg tudjuk jeleníteni. Ez itt van. Jelen pillanatban, amint látjátok, az oszcilloszkóp ezen sugarára nem kötöttünk semmit. Hogy mégis valami izgalmas dolog legyen, tekintsetek rá erre az áramkörre. Ez az áramkör három dolgot tartalmaz. Tartalmaz egy induktivitást. Itt van, lehet látni, ez egy vasmagos tekercs. Tartalmaz egy kondenzátort, és tartalmaz egy potenciométert, ami potenciométer segítségével majd fogunk tudni mindenféle ravasz dolgokat elkövetni. Tehát az első dolog az lesz, hogy az oszcilloszkópnak a jelét, azt erre az áramkörre fogjuk vezetni, így. Természetesen ilyenkor az oszcilloszkópunk semmit sem fog látni, de a jelből, ebből a bemenő jelből ide csatlakoztassunk ide egy másik jelet. Pontosabban egy magyarul megosztottuk a jelet, tehát egyik részről ide bemegy, másik részről pedig meg is tudjuk ezt mutatni. Az oszcilloszkópunk másik csatornájához pedig ennek az áramkörnek a kimenő jelét fogjuk használni. Így itt is van. Hogy pontosan mit látunk, azt hiszem, egy kicsit nézzük a képét az oszcilloszkópnak, és akkor azt látjuk, hogy amikor itt a jel, kicsit nyújtsuk ki, hogy lássunk belőle többet, amikor ez az alacsonyabb szintű jel a magasabb szintre megy, akkor itt valami történik ebben a részben, és utána, amikor ebből a magasabb jelből az alacsonyabbra megyünk, ott megint csak van egy izgalmas rész. Hát próbáljuk meg egy kis függvénytranszformációval ezt a jelet jobban megnézni. Ha megnézitek, akkor most már látszik az, hogy amikor a négyszögjelünk erről a szintről erre a szintre felugrik, akkor ez az áramkör egy csillapított rezgést fog produkálni számunkra. Abban az esetben, hogyha csak a csillapított rezgést akarnánk megnézni, akkor azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a kettes csatornát nézzük, és azt fogjuk csinálni, hogy ezt egy picit megnagyítjuk, ezt egy kicsit kinyújtjuk, így, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy pillanat, így is van, egyetlen egy csillapított rezgést fogunk megvizsgálni. Ez azt jelenti, hogy látjátok, hogy ebből a pontból fölugrik ide, túllendül, és akkor a csillapítottságát nagyon szépen meg tudjuk nézni. Amit érdemes erről az egészről megtudni, fizikusként több dologról kell beszélni. Megnézhetjük azt, hogy a maximumok és a minimumok hogyan jönnek egymás után. Tehát azt mondjuk, hogy a nyugalmi helyzet, ugye ez a vízszintes egyenes. Az első maximum, második maximum, harmadik, negyedik, stb. Illetve itt meg lehet nézni azt, hogy a maximum után jön egy minimum. Ez azért fontos, mert megnézhetjük azt, hogy hogyan viselkedik egy ilyen áramkör, hogyha a csillapítás értékét nagyobbra veszük, ugye az ómos ellenálláson átfolyó áram az lesz az, amelyik a sebességgel arányos csillapítást adja, és akkor ennek eredményeként, hogyha növeljük az egyetlen periódus alatt elvesztett energiát, akkor azt látjuk, hogy ezek a minimum maximumok hogyan változnak. Tehát a csillapodás az milyen. Abban az esetben, hogyha nem nagyon
gyors csillapítást veszünk, és ezeknek a maximumoknak a pontjára, a tetejére, mindegyikre megpróbálunk egy görbét ráilleszteni, szerintem mindenki számára be fog ugrani az E ad minusz X függvény. Vagyis a csillapodás mértéke egy ilyen E ad minusz X-es csillapodás lesz. Abban az esetben, ha a csillapodásról szeretnénk valamit mondani, tehát a csillapodás mértékéről, akkor a következőt érdemes tenni. Pillanat, egy kicsit meg akarom mutatni, hogy megnézzük ennek az értékét, meg ennek az értékét, ugye a két egymás utáni rész, ennek vesszük a hányadosát, és ennek a hányadosnak a logaritmusát, akkor megkapjuk az áramkörünknek, illetve a csillapodó rezgésünknek a logaritmikus dekrementumát. Ez azt jelenti, hogy bárhol kiválasztunk két egymás utáni maximumot, vagy két egymás utáni minimumot, és annak a hányadosának veszük a logaritmusát, akkor megkapunk egy olyan értéket, ami arról fog informálni minket, hogy milyen gyorsan csillapodik el a rezgés, hogy a periódus időhöz képest az elcsillapodás lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. Ez a logaritmikus dekrementum, amikor valaki laboratóriumban akarja kimérni, akkor ott szokták a hallgatók elrontani, hogy megnézi egy maximumot, egy utána levő minimumot, veszi a hányadosát, ugye ez akkor ez már egy negatív érték lesz, mert az egyik negatív, és akkor annak a logaritmusával már nem nagyon tud az ember mit kezdeni. Tehát igazából vagy két maximumot, ami egymás után jön, vagy két minimumot, ami úgy szintén egymás után jön, abból kell kiszámolni a logaritmikus dekrementumot. Tehát, hogyha elkezdjük a csillapítást növelni, akkor eljuthatunk egész pontosan odáig, hogy az aperiódikus határeset előáll. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy ez a fölszfutó él, ez éppen ami nagyon rövid idő alatti elcsillapodásról produkálni. Természetesen, hogyha a jelgenerátorunk bírná cérnával, akkor tehetnénk egy még nagyobb csillapítást, és akkor ez a fölfutó görbe, ez lehetne akár ilyen szép lassú is, de ebben az összeállításban ezt nem tudjuk megcsinálni, mert a jelgenerátorunkat ez a terhelés ez leégetni. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy a csillapított rezgésünkről elég sok mindent tudunk mondani. Ha megnézzük először a csillapított rezgést, amit néztünk, transzlációs csillapított rezgést, ott láttuk, hogy gyorsabban, lassabban csillapodik. Alaposabban meg tudtuk vizsgálni a polkészüléknél, és itt az oszcillószkópnál adott esetben már függvényeket is fölírhatnánk, hiszen ne feledjük el, hogy az oszcillószkópunk az egy mérőműszer. A mérőműszerrel a viszintes oldalon időt tudunk mérni, mégpedig nagy precizitású időt, a függőleges irányban pedig feszültséget tudunk mérni, azt is nagyon precízen, tehát ez azt jelenti, hogy itt ezen a választó gombon ki lehet választani, hogy mekkora legyen a képernyőn itt fölöttüntetett egy kocka, az hány voltnak feleljen meg. Tehát így tulajdonképpen nagyon jól le tudjuk majd írni, akár számszerűsíteni tudjuk azokat a dolgokat, hogy egy adott induktivitás és egy kapacitásból, ha csinálunk egy áramkört, akkor ennek az áramkörnek a segítségével meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz a rezgés szám, milyen lesz a csillapodás mértéke, főleg, hogyha különböző értékeket állítgatunk be. Na, akkor ezek után egy tovább lépünk a kísérleteinkben. A tovább lépés az annyit fog tenni, hogy eltesszük innen a csillapított rezgésre vonatkozó kísérletünket. Ez most már nem kell. Viszont van itt egy másik eszköz, és ez a másik eszköz lesz a főszereplő. Hát akkor erről az eszközről egy pár szót ismertetésként. Hát az első, ami legizgalmasabb, hogy most már látjuk, hogy ez a tartó keret, ez azon kívül, hogy rögzíti a rugónak ezt a felső végét. Itt az alsó végén egy ilyen excenteres mechanizmust fogunk tudni látni. Megnézhetjük a másik oldaláról is. Íme itt van. Ez azt jelenti, hogy itt van egy körhagyó,
ezt a villanymotor szép lassan kézzel forgatom, akkor lehet látni, hogy ez a körhagyó, ez ahogy megy szépen körbe-körbe, egy ilyen rudas mechanizmussal a rugónak az alsó pontját tudja emelni és süllyeszteni. Hát gyakorlatilag ez egy kényszer lesz, egy mechanikai kényszer, és ez azt jelenti, hogy ez a mechanikai kényszer lesz az, aminek segítségével egy újabb tagot fogunk ide betenni. Ide beteszünk egy részt, ami azt fogjuk mondani, hogy ászor színusz omega t plusz fi alakú testet hozzáteszünk. Ez azt jelenti, hogy ez egy kényszer lesz, és azt kell megnézni, hogy ami nagyon fontos, bocsánat, ez egy fi. Csak úgy látszik, hogy igen csúnyán rajzolok ma reggel. Tehát ászor színusz omega t plusz fi. Ez azt jelenti, hogy ez a tag ez nem tartalmazza a kitérésnek sem az első, sem a második, sem az alapesetét. Tehát gyakorlatilag ez egy időtől függő tag lesz, ez nagyon elbonyolítja a differenciál egyenletünket, ebben most mélyen nem megyünk bele, de egy mondat erejéig érdemes volt megtenni. Tehát, amit a kísérletünkben meg tudunk csinálni, hogy van egy villanymotorunk, a villanymotorunk fordulatszámát széles tartományban tudjuk majd mozgatni, és azt fogjuk megnézni, hogy ezt a pontot, a rugónak az alsó pontját, állandó amplitúdóval fogjuk tudni rezgetni, és a változni pedig a rezgés szaporasága, a kényszer rezgés szaporasága fog. Tehát én most bekapcsolom, és akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy elindul a körhagyónk, nem túl nagy fordulatszámmal jár, mondhatnánk, hogy az origóban vagyunk még, tehát a nulla fordulatszámhoz elég közel, és akkor két dolgot kell megfigyelnünk, az egyik, hogy mekkora lesz a nyugalmi helyzet körüli tágasságú, milyen rezgés, a rezgésnek mekkora lesz a tágassága, illetve azt is megnézhetjük, hogy ez a pont és ez a pont között mekkora a távolság. Természetesen fizikusan ezt nem így fogalmaznánk meg, de nézni ezt a távolság különbséget látjuk. Azt látjuk, hogy a felső test és az alsó test között a távolság állandó. Ez azt jelenti, hogy ez a rezgés, meg ez a rezgés azonos amplitúdójú és azonos fázishelyzetű. Ez azt jelenti, hogy egy alacsony frekvencián a kialakuló rezgés az amplitúdóban és fázishelyzetben megegyezik a kényszer és a ráadott válasz. Természetesen, hogyha a fordulatszámot végig növeljük, akkor ugye egy kicsivel följebb tekerjük a fordulatszámot, és várunk egy keveset, azért, hogy a dinamikus hatások lecsillapodjanak. Mit is jelent ez a mondat, hogy a dinamikus hatások csillapodjanak le? Ez azt jelenti, hogy amikor megoldjuk majd ezt a differenciál egyenletet, kétfajta úton járhatunk el. Az egyik út, hogy stacionárius állapotokra fogjuk megtenni. Ez azt jelenti, hogy beállítjuk a villanymotorunk fordulatszámát állandóra, idézőjelben mondom, végtelen hosszú ideig várunk, és megnézzük, hogy a kialakult rezgés, tehát erre a kényszerre adott válasz az hogy néz ki, és ebben az esetben egy állandósult állapotra megoldottuk a differenciál egyenletünket. Látjuk, hogy egy nagyobb fordulatszám esetén a rezgés tágassága nagyobb. Ez biztosan meg lehet állapítani. Azt, hogy a fázis helyzettel mi van, abból most igazából túl sokat nem tudunk mondani, de hogyha valakinek jó a szeme, megteheti azt, hogy az egyik szemével nézi a golyót, a másik szemével nézi a kényszert, mint egy kaméleon két külön irányba tud nézni, és akkor meg tudja mondani, hogy az egyik rezgés, meg a másik rezgés hogy áll egymáshoz. Hát azt kell mondjam, hogy itt nem egyszerű a megfigyelés, tehát pusztán megfigyelésből nem fogunk előre jutni, de nem kell aggódni, lesz ennek még következménye, folytatása. Nézzük meg, mi van akkor, a fordulatszámot egy picit megnöveljük, és várunk egy keveset, hogy ezek a dinamikus hatások lecsengjenek. Ugye ez azt jelenti, hogy a differenciál egyenletünket, hogyha nem stacionárius állapotra holdjuk meg, hanem dinamikusra, akkor arra is választ fog adni, hogy mi történik akkor, ha mondjuk 50 fordulatról 300 fordulatra valamilyen függvény szerint fölvisszük a fordulatszámot, és arra milyen választ ad, az egy sokkal bonyolultabb, úgyis mondhatnánk, hogy ez a doktori iskolát feszegeti. Tehát ez azt jelenti,
hogy látjuk, hogy a rezgésünk tágassága növekedett. Azt mindenképpen látjuk. Azt is látjuk, hogy a távolság nagyjából azonos közöttük, tehát még azt lehet mondani, hogy a fordulatszám ekkora értékénél még nem nagyon látunk fázisbeli eltolódást. Hát most elkezdődött valami olyasmi, hogyha megnézitek, hogy ennél a rezgésnél ez már lényegesen tágasabban rezeg. És hogyha egy egész kicsit megnöveljük a rezgés frekvenciáját, akkor azt már látjuk, hogy valami igen izgalmas dolgot látunk. Rezonanciának hívják. Fölhívnám a figyelmet, hogy a rugónk már nem úgy viselkedik, ahogy mi ezt feltételeztük. Szerintem ezt mindenki jól látja. Azt is meg lehet mondani, hogy följebb megyünk a fordulatszámmal, még mindig növekszik az amplitúdok, kíméletlen erőhatások jönnek elő. És egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy a stacionárius állapotban, tehát mi megállítom, és akkor hadd alakuljon ki a rezgés, stacionárius állapotban hát már nem növekszik az amplitúdó, hanem elkezd csökkenni. Amit érdemes megnézni, főleg akinek ilyen kaméleon szeme van, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy a kettő közötti távolság állandó, sőt azt is mondhatnánk, hogy ha jól megfigyeltek, elég gyakran egymással szembe mozognak ezek. És akkor, ha megyünk tovább, a fordulatszámmal egészen nagy fordulatszámig is fölmehetünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az amplitúdó még csökken, és a kettő között ellenfázis alakult ki. Tehát amikor ez éppen fölfele megy, akkor az jön lefelé, ugye ezt szerintem mindenki jól érzi. Ez azt jelenti, hogy megnéztünk egy függvényt, a függőleges tengelyen a kitérés, a vízszintes tengelyen a rezgés, a kényszer rezgés szaporasága, és arra voltunk kíváncsi, hogy különböző frekvenciákon milyen milyen tágasságú rezgés alakul ki. Azt láttuk, hogy volt egy fölfelé szálló ág, és utána jött egy lefelé szálló ág. Ha föl akarnánk ezt rajzolni, akkor valami olyasmi görbét kaphatnánk, hogy ez itt a rezgés tágassága. Ugye ezt akarnánk méterbe mérhetnénk. Ez itt a rezgés szaporasága. És akkor azt láttuk, hogy a legalacsonyabb rezgésnél, tehát amikor a rezgés szám gyakorlatilag majdnem, hogy nulla vagy nulla értéke, akkor nem nulla az amplitúdó. Tehát ha valaki ezt a vizsgán az Origóból indítja el, akkor azt már mi tudjuk, hogy nem jól tanulta meg. És akkor azt látjuk, hogy van egy ilyen fölfele menő rész, aztán átérünk, ez itt a rezonancia érték, átérünk és szépen megy lefelé. Hát ugye ez a görbénk, ugye ez itt a omega rezonancia frekvencia, és hát gyakorlatilag most a translációs rezgések vizsgálatában ezt a részt vizsgáltuk meg. Amit tudunk, hogy tovább nézzük ezt a kísérletet, akkor elhetünk a holféle készülékkel, megint megnézzük ugyanezt translációs rezgések kapcsán. Így mi. És akkor a következőt kell látni. A holféle készülékünknek van itt egy olyan része, hogy a rugónak az egyik vége, ez a vége, hozzá van kötve ehhez az emeltyűhöz. Ez az emeltyű pedig egy körhagyót működtet. Ha ezt szépen körbe forgatjuk, akkor azt lehet látni, hogy az emelőnk az szépen jár körbe-körbe. Tehát tulajdonképpen be is kapcsolhatjuk ezt a műszert, és akkor tulajdonképpen azt kell látni, hogy ezzel a műszerrel mérjük a gerjesztőáramot, jelen esetben most a gerjesztőáram nem szükséges, és ezzel a műszerrel pedig mérjük ennek a villanymotornak a fordulatszámát, illetve pontosabban a fordulatszámával arányos feszültsége. Hát nézzük meg, mi van akkor, hogyha egy nem túl nagy fordulatszámot, mondjuk ilyen 2,5 voltnyi feszültséggel járatjuk ezt a motort. Azt láthatjuk, hogy ugye egyik részről látjuk ennek a szaporaságát, tehát nem túl nagy a szaporaság,
Azt is látjuk, hogy a részkorongra egy ilyen piros színű mutató van rátéve, és ez a piros színű mutató ezen a skálán leolvasható, hogy mekkora a szögelfordulás pillanatnyi értéke. Az is izgalmas, hogy van itt egy fekete színű mutató, amivel szemben van egy másik piros mutató. Ez a kettő közötti rész, ez azt mutatja, hogy a kényszerrezgés és a ráadott válasz amplitúdója és fázishelyzete hogyan áll egymáshoz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nagyon ügyesen a tervező egy nagyon piciny helyre vitette, és egy szemmel is meg tudjuk ezt ebben a kísérletben ezt nézni. Azt látjuk, hogy alacsony fordulatszámon, alacsony frekvencián a kettő mutató, a piros és a fekete együtt mozog, ebből az következik, hogy az alacsony fordulatszámon az amplitúdó az nagyjából megegyezik a kényszer amplitúdójával, és a fázis helyzet meg megegyezik. Nézzünk egy kicsit nagyobb fordulatszámot. Így. Megfigyelhető, hogy a stacionáris állapot beállása után ugye mindenki látja azt, hogy az amplitúdó egy kicsivel nagyobb lett, és azt is lehet már gyanítani, hogy a piros és a fekete nem egyszerre fordul, vagyis a fázis helyzet is kezd ehhez képest egy kicsit csúszni. Hát most egy kicsit emeltünk ezen a fordulatszámon, és azt látjuk, hogy ez a fordulatszám növelés, ez amplitúdó növekedéssel is jár, és látjuk, hogy a két test nem egy időben fordul meg az amplitúdó, tehát a szélső értékeknél, ez azt jelenti, hogy a fázis helyzetünk talán most még jobban láthatóan csúszott. Menjünk egy picit tovább. Ennél a résznél pedig azt tapasztaljuk, hogy a rezgés amplitúdója elkezd igen durván növekedni. Ugye a kezdeti érték, az ugye az folyamatosan a kísérletünk végéig az amplitúdója a kényszerrezgésnek állandó, és ebből az is következik, hogy a kényszerrezgés amplitúdóját sokszorosan meghaladó rezgés alakult ki. Természetesen, hogyha állítjuk a az értékeket, akkor előbb-utóbb mi is a rezonancia értéké felé megyünk. Ha valaki megkérdezi, hogy itt ezen a diagramon hol tartunk, hát körülbelül ezen az emelkedőn megyünk fölfelé. Tehát ezen a részen, itt valahol ezen a részen járunk. És el is értük a maximum értékét. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a mindkét oldalon üti a maximális végkitérést adó értéket. Ez egyébként egy kicsit be is zavar, de azt szerintem jól látszik, hogy a rezonancia részén vagyunk. Természetesen, hogyha a rezonancia fölé megyünk, tehát mondjuk elmegyünk erre részre, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy először is a bepumpált energia lényegesen nagy mennyiségű, annak meg kell várni, míg ez teljesen elcsillapodik. Én azt mondom, hogy egy picit a kezemmel én ezt megállítom, és kezdődjék előről a rezgés kialakulása. Azt látjuk, hogy a tágasság az nagyon lecsökkent, a rezgés tágassága, és azt is láthatjuk, hogy ezek ellenirányba mozognak, tehát ez azt jelenti, hogy már ezen a ponton túl vagyunk, és ezen a meredeken elindultunk lefelé. És hát ha fordulatszámot egy picit még megnöveljük, akkor ez a rezgés tágassága még kisebb lesz. Még jobban látszik, hogy ellenfázisban van a két rezgés, a kényszerrezgés és a ráadott válasz. Ugye a polféle készülékkel ismételten meg tudtuk nézni azt, hogy is van ez a rezgés. Azt hiszem, hogy lényegesen többet tudtunk meg a rezgésről. Nekünk nem maradt más hátra, mint hogy a harmonikus rezgéseket, pontosabban a rezgéseket, a kényszer rezgéseket nézzük meg, oszcilloszkóppal mit tudunk ebből a részből kiindulni. Tehát először is azt fogjuk csinálni, hogy
visszamegyünk arra a kétsugaras üzemmódra, és azt látjuk, hogy a bemenőjel és a ráadott válaszjel az hogy áll. Az első dolog az lesz, hogy színuszos jellel fogunk kísérletezni. Így. Tehát színuszos jel, de színuszos jel lesz a válasz. Az még nagyon fontos, hogy a frekvenciát meg fogjuk növelni. Ez azt jelenti, hogy most hát a frekvenciánk, aha, pillanat. Jó. Tehát akkor azt kell látnunk, hogy a két jelünk ezen az alacsony frekvencián, beállítjuk a kettőt teljesen azonosra, és azt látjuk, hogy tehát kezdjük előről az egészet. Igen. Hát a bemenő jelünk, az most már akár értéket is mondhatok, tehát a bemenő jelünk, amit látunk, igen, a bemenő jelünk az 2 volt feszültségű és 100 kHz-es szaporaságú. A ráadott válaszjel itt látható, így, és hogyha a kettőt egymásra húzzuk, akkor ez azt jelenti, tehát tessék megfigyelni, hogyha a kettő jelet egymásra húzzuk, akkor azt látjuk, hogy az amplitúdója is megegyezik a két jelnek, és a fázis helyzete is megegyezik. Abban az esetben, hogyha a fordulat vagy frekvenciát elkezdjük növelni, tehát én itt a 100 kHz-ről elkezdek menni egyre nagyobb és nagyobb értékek irányába, akkor azt látjuk, hogy egyszer csak az amplitúdónk, ami eszméletlen módon megnövekszik, aztán utána pedig csökken. Tehát még egyszer megnézhetjük a frekvenciamenetünket, egészen alacsony frekvencián vagyunk az áramkör számára, ugye a 100 kHz ennek az áramkörnek, ez már egy lassú frekvenciát jelent. És akkor ugye azt jelenti, hogy itt járunk ebben a pontban, itt, és a frekvenciát, hogyha elkezdjük növelni, akkor növekszik és növekszik az amplitúdó, ráadott amplitúdó, tessék megfigyelni. Növekszik, ugye itt kezdődik a nagyon gyors váltakozás, eléri a maximum értéket, és ennél a maximum értéknél érdemes egy picit megállni. Ha nagyon akarja az ember, megérheti ennek az amplitúdónak a maximumát. Majd addig fogok menni az alacsonyabb frekvenciák irányába, amíg ennek a felét elérjük. A tábrán mutatom, hogy ez mit jelent. Tehát ez az amplitúdó maximum, max, és ez a rész itt lesz az amplitúdó, a max per 2. És akkor látjuk, hogy ez a vízszintes egyenes elmetszi ezen és ezen a ponton a két ponton ezt a görbét. Az ehhez tartozó frekvenciák számunkra izgalmasak lesznek. Ha valaki megkérdezi, hogy ez a rész, hogy ez itt milyen széles, akkor azt lehet mondani, hogy ha nagyon akarja az ember, akkor ugye ez a félérték szélesség fogalmához jutottunk el. Ez azt jelenti, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy a rezgőkörünk mennyire intenzíven válaszol arra a rezgésre, amit rá akarunk erőltetni. Ugye lehetne olyan ez a félérték szélesség, hogy ez egy sokkal keskenyebb érték tartozik, valami
ehhez hasonló, tessék megfigyelni, akkor ehhez egy kisebb félértékszélesség, de lehetne nagyobb félértékszélesség is tartozhat hozzá. A félértékszélesség az tulajdonképpen a rezgőkörünknek egyfajta paraméterét mutatja. Ha valaki nem teljesen világosan érti, hogy mit akar, régen, hát ma már minden megváltozott, régen a rádiózás az a középhullámon ment. Ha valaki egy középhullámú rádión a wattmétert tekergette, ugye a kondenzátort hangolgatta, akkor vagy kétfajta rádióval találkozott, a szelektív rádióval, mert nagyon precízen kellett ráni, és akkor nagyon jól fogta, vagy pedig a kevésbé szelektív rádióval, amit ha rosszul állítottunk be, akár egyszerre két vagy három adót is hallhattunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a rádióadó mondjuk az egyiknek ez amit szeretnénk hallani, és a tulajdonképpen egy tőle odébb valamekkora frekvencia odébb levőnek a jelét halljuk, nem halljuk, ez a félértékszélességén fog elmúlni többek között. Amit még érdemes megnézni, keressük meg a frekvenciának a maximum értékét, és akkor most azt fogom csinálni, hogy a felső jelet megpróbálom ráhúzni az alsó jelre, tehát a kényszerrezgést, megpróbálom fedésbe hozni a gerjesztett rezgéssel. Ez azt jelenti, hogy ennek egy kicsit lecsökkentjük az értékét, mondom, megnöveljük ennek az értékét, és amit szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy a két jel, talán egy picit széjjelebb húzom, a két jel között, amint látjátok, a két jel maximuma nem együtt van. Ha jól megfigyeli az ember, és egy kicsit a matematikában járatos, akkor azt lehet látni, hogy ebben az esetben pontosan 90 fokkal térül el. Az azt jelenti, hogy a bemenőjel és a ráadott válaszjelnek 90 fok az eltérése, ugye az oszcilloszkóp képe alapján. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Ha tovább megyünk, akkor az is látszik, hogy akkor pedig ellenfázisba kerül, tehát ugye ez lesz a bemenőjel, az a nagyobb amplitúdó a válaszjel, és akkor azt szerintem nagyon szépen látszik, hogy hogyan csúszik a fázis helyzet. Tehát menjünk egészen kis frekvencia esetén, így, akkor teljesen fedésben van, csúszik a két jel egymáshoz képest. Ugye itt még majdnem azonos frekvenciában van, itt csúszik, itt látszik nagyon, hogy csúszik egymáshoz a két jel, és itt éppen 90 fok, így. És ha tovább megyünk, akkor pedig ellenfázisba kerül. Ugye az a kérdés, hogy mire tanít meg minket ez a kísérlet? Hát többek között arra is megtaníthat, hogy kinézek, egészen jó idő van, akár elmehettek egy játszótérbe kipróbálni. Játszótéren biztos, hogy van hinta, megkértek valakit, hogy üljön be, mondjuk a barátotokat vagy barátnőtöket, és megnézitek, hogy hogyan lehet elérni, milyen gerjesztéssel azt, hogy ez az hintának a legnagyobb legyen a kitérése. Ha meggondoljátok, a hozzávaló algoritmus nem bonyolult, hiszen aki már hintázott vagy hintáztatott, az tudja, hogy mindig a legszélén kell megnyomni, a legnagyobb erővel. Ez azt jelenti, hogy ha megnézitek a fázis helyzetet, akkor ez éppen azt igazolja, hogy 90 fok van a két jel között, ugye a kézzel adott gerjesztés, periodikus gerjesztés és a ráadott hintának a válasza. Úgyhogy azt gondolom, hogy a csillapított rezgés, szabad rezgés, csillapított és kényszer rezgésről látszunk kísérleteket. Ezeket a kísérleteket, ha folytatni akarnánk logikailag, akkor egy másik témára fogunk elevezni. Ez az úgynevezett csatolt rezgés része. Hát ugye az első, amit szeretnék megmutatni nektek, az az úgynevezett Oberbeck féle kettős inga. Az Oberbeck féle kettős inga, hát igen, ez az előre elkészített eszközök itt reményeim szerint nem sokat fognak bezavarni, de ami most nekünk figyelnünk kell, hogy itt van két darab gyakorlatilag matematikainak mondható inga. A két darab matematikai ingának teljesen megegyezik a hossza, a tömegük is megegyezik, de hát hogyha ezeket külön-külön elindítjuk, akkor azonos periódus idővel fognak leengeni, ahogy ezt annak idején mi ezt szépen megtanultuk. Ez
a csatolást leszedem róla, tehát akkor az azt jelenti, hogy itt van az egyik ingánk, és itt a másik ingánk, mind a kettő nagyon szép lengéseket tud produkálni. Na most, a két ingát csatoljuk össze. A csatolásnak ezt a gyöngerúgót fogjuk használni, és ezt a gyöngerúgót szépen ide fölakasztom, és ennek a gyöngerúgónak a felakasztásával most már a két inga nem független egymástól. Hogy ez hogyan lehet megérteni, nézzünk rá kísérletet. Ugye a két inga, hogy össze van csatolva, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy próbáljuk megállítani mind a kettőt, így, és csak az egyiket térítsük ki, és hagyjuk magára a rendszert. Ez az ingánk, azt látjuk, hogy lengésett ágas, és a másik vele csatolásba levő inga egyre tágasabban és tágasabban leng, míg a másik ingánknak a lengése, tágassága egyre kisebb és kisebb. Ez az egyik, amit megfigyelhetünk. Külön megkérem Tamás, hogy ezt a részt mutassa meg egy kicsit. Ez a csatoló rugót lássuk, hogy hogy is működik. Ugye ez a csatoló rugóról el tudjuk mondani, hogy ha megnézzük, időben változik a hossza. Ez azt jelenti, hogy a két inga közötti erőhatás az időben változik. És hogy tulajdonképpen megnézhetjük azt, hogy a csatolt rezgésünk, amelyet így módon létrehoztunk, hogy ez mi is a felelős azért, hogy ez a csatolás bejöjjön. Tehát ez azt jelenti, hogy a csatolásunk között egy rugót tettünk, és ennek a rugónak az ereje időben változik. Ugye, amit megfigyelhettünk, hogy elindítottuk a hozzám közelebb levő, a baloldali ingát. Ez a baloldali inga tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyszer már az összes energiáját átadta a jobboldali ingának, ugye most kezdődik előről még egyszer. Tehát, hogy a lengések során ennek a tágassága egyre nagyobb és nagyobb lesz. Ez azt jelenti, hogy ide energia kerül, és ennek a tágassága meg egyre kisebb lesz, vagyis azt is látjuk, hogy honnan kerül az energia. Abban az esetben, hogyha az összes energiáját sikerült átadnia, akkor ez a mozgás annyira meg fog állni, hogy egy pillanatra az amplitúdója éppen nulla lesz, a másiknak az amplitúdója pedig, hát mondhatjuk, hogy nem csekély, hanem teljes amplitúdóval rezeg, vagyis ez teljes egészében az összes energiáját át tudta neki adni. Természetesen azért veszteségek vannak, tehát előbb-utóbb ez a rezgés is el fog csillapodni, de mindenképpen azt lehet látni, hogy a csillapított, vagy a csatolt rezgésünk az egy nagyon izgalmas jelenség, érdemes odafigyelni rá. Emlékezzetek vissza, hogy úgy indítottuk el az ingát, hogy ezt a baloldali ingát a másikhoz közelítettem és magára hagytam. Tehát ez az egyik lehetőség. Ugye az elindításoknál az, hogy hogyan indítjuk el, az ugye a kezdeti paramétereknek nevezzük ezeket a dolgokat együtt. Most azt fogjuk csinálni, hogy mind a két ingát térítsük ki. Mégpedig mind a két ingát úgy térítem ki, hogy ugyanakkor a kitéréssel, és egyszerre indítjuk őket el. Tehát ez nagyon fontos, hogy mind a kettőt ugyanakkor a irányba térítettük, ugyanannyira térítettük, és egyszerre hagytuk el. Ha most visszatérünk ez a rugóhoz, akkor azt lehet látni, hogy ez a rugó hosszaállandó. Ez azt is jelenti, hogy a két inga között a csatolási erő az időben állandó. Ebből az is következik, hogy most energiaátadás nincs. Úgy fog a rezgésünk teljes egészében lecsillapodni, hogy közben az egyik a másiknak nem fog energiát átadni. Aztán elindíthatjuk egy másik módon is. Ez a másik mód, ez pedig úgy fog kinézni, hogy egymáshoz közelítjük a két testet, vagyis ugyanakkora amplitúdóval, de egymással közelíteni, vagy egymással távolítani fogjuk, tehát ez azt jelenti, hogy itt összeérnek, egyszerre elengedem őket, és ennek eredményeként, ami kialakul rezgés, az megint csak tanulmányozásra szorul, érdemes megnézni megint csak a rugót,
A rugónknál azt látjuk, hogy hosszabb, rövidebb időben változik, tehát azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy az legelső megfigyeléshez hasonlóan itt is időben változó rugóerősségről, vagy rugó hosszról és rugóerőről van szó, de a szimmetriai okok miatt itt is elmondható, hogy ebben a speciális esetben más és más lesz, pontosabban nem lesz, hogy az egyik inga a másik ingának energiát adjon tovább. Azt kell mondjam, hogy ugye háromféleképpen indítottuk el, a csatolt rezgésben az első elindítás az ugye úgy nézett, hogy csak az egyiket löktük meg, és magára hagytuk. Azonos irányba térítettük ki, ugye ezt a módust úgynevezett azonos irányú módusnak hívjuk, és ennek az azonos irányú módusnak a szaporasága pontosan akkora lesz, mint amekkora, ha elvágnánk ezt a rugót, vagy nem akasztanánk föl, tehát tulajdonképpen a külön-külön rezgésre képes rendszerek saját rezgésével lesz megegyező frekvenciájú. Abban az esetben, hogyha egymással szembe irányba indítjuk el a két testet, akkor viszont hát nem kell nagyon nagy, hogy mondjam, nem kell sokat gondolkodni az, hogy rájöjjünk, hogy ez egy szaporább rezgés lesz, hiszen ugye ebbe az irányba mindig segít ez a rugó összehúzni a két testet, tehát magyarul az egy másik kérdés, hogy ebben a kísérletben ezt a szaporaságot nem nagyon fogjuk látni. De, és most figyeljetek egy kicsit, azt fogjuk csinálni, hogy egy olyan rezgést fogunk megvalósítani ennek a készüléknek a segítségével, amelyben kivesszük ezt a golyót innen. Innen szépen kivesszük, és beteszünk egy másik testet, egész pontosabban egy másik összeállítást. Nézzétek meg, három darab rugó, és két darab tömegpontunk van. És ezt a három rugót és két tömegponttal levő részt ide szépen behelyezem, és ezzel is kísérletezhetünk egy keveset. Így. Akkor azt lehet mondani, hogy külön-külön, ugye ez is egy rezgésre képes test, ez is egy rezgésre képes test, és ezek együttesen csatolva is vannak. Ez a csatolás az előző csatoláshoz képest sokkal-sokkal erősebb csatolás volt. No, hát akkor nézzük meg, az azonos irányú és a szembeirányú módusról szeretnék egy kicsit hosszabban mutatni. Tehát, hogyha mind a kettőt azonos hozban kitérítem és magára hagyom, akkor meg lehet figyelni, hogy a két golyó közötti távolság állandó. Ez azt jelenti, hogy a közötte levő csatoló erő az időben állandó, és ennek van valamekkora szaporaságú rezgése. Megmutatom még egyszer, tehát úgy indítjuk el, hogy mind a kettőt azonos távolságra behúzzuk, magára hagyjuk. És azt látjuk, hogy a két golyó közötti távolság állandó, ez azt jelenti, hogy a csatoló erő időben állandó. A másik kísérlet pedig az, hogy egymáshoz közelítjük, és így engedjük el, vagy azt is megtehetjük, hogy egymástól távolítjuk, és úgy engedjük el. Ebben az esetben azt látjuk, hogy mindig a golyók egymással szembe, vagy egymástól távolodnak, vagy közelednek, vagy távolodnak, vagyis azt is mondhatjuk, hogy ennek a rugónak a hossza, hogy időben változik, ez azt is jelenti, hogy akkor a csatolási erő az nem közömbös. Így. Még izgalmasabbá tehetjük a kísérletet, hogyha ezt a kísérletet elvégezzük úgy, hogy gerjesztett rezgés formájában. Ez azt jelenti, hogy a gerjesztett rezgés formájában először egy alacsony frekvenciával fogunk indulni, ahogy ezt már megszoktuk. Az alacsony frekvencia esetében érdemes megnézni ennek a tágasságát és amplitúd, vagy fázis helyzetét, ennek meg ennek. Mind a három együtt mozog. Abban az esetben, hogyha elkezdjük a fordulatszámot egy picit növelni, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy föl fog éledni egy rezonancia.
íme itt van az a rezonancia, ami az azonos módú frekvenciának a rezonanciája. Érdemes megnézni azt, hogy a rezgés tágassága nem csekély, sokszorosa az eredetinek, és a két golyó között a távolság nagyon szépen látszik, hogy állandó. Természetesen, hogyha eltaláljuk az igazi frekvenciát, akkor igen izgalmas dolgokat látunk. Ennek a leírása, az, még egyszer mondom, a rúgóerőknek a nem linearitása miatt hát már igenis macerás. Ha túlmegyünk ezen a frekvencián, egy pillanatra megállítom, így, tehát túlmegyünk ezen a frekvencián, akkor egyszer csak ami nagyon izgalmasat látunk, hogy az amplitúdó most csökken, tehát akkor ugye azt látjuk, hogy amplitúdó növekedett, aztán elkezd csökkenni, és a további frekvencia növekedésnél ugye megszoktuk, hogy az megy és hozzásimul aszimptotikusan az a vízszintes tengelyünkön, de itt meg azt látjuk, hogy az amplitúdónk egyszer csak elkezd növekedni, és föl fog éledni az a módus, amelyet a szemben módusnak hívunk. Szerintem ez nagyon szépen látszik, és ami nagyon izgalmas, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a rezonancia görbénk az 2 húppal bír, vagyis ez azt jelenti, hogy sikerült igazolni, amit az elébb az Oberbeck féle kettős ingánál, ugye emlékeztek az előző kisedben, ott nem nagyon láttuk a két frekvencia közötti különbséget, ebben a kisedben nagyon szépen lehet ezt látni. Tehát akkor megvolt a csatolt rezgések. A csatolt rezgésekkel kapcsolatosan egy nagyon izgalmas dolog, és akkor szeretném megmutatni, hogy a csatolt rezgésekkel kapcsolatosan van egy nagyon jó kísérletünk. Írni. Itt van nekünk egy madzagunk, ezt a madzagot kell megfigyelni. Ez jó erősen meg van feszítve. Megmutatom ebből az irányból is. Tehát van nekünk egy vízszintes madzagunk, ide van kikötve, illetve ide, és erről a madzagról különböző hosszúságú ingák lógnak lefelé. Hát megpróbálom én ezt megállítani. És akkor azt látjuk, hogy egy hosszabb, egy rövidebb, még rövidebb közöttük levő, és ez a piros, meg ez a fehér, ezek úgy igyekeztem beállítani, hogy azonos legyen a hosszuk. Azt fogjuk csinálni, hogy jól lássuk a végeredményt, hogy én ezt elfordítom, most már ismerjük az eszközt, és azt, hogyha megállítom az összes ingát, hogy ne nagyon lengjen, és ezt a fehér ingát egy egész picit kitérítem. Így né. Azt kell megnézni, hogy mi is történik. Talán, hogyha ezt a részt megnézzük, akkor látjuk, hogy ez az inga, miközben leng, ezt a madzagot ezen a ponton periódikusan rángatja. Ez azt jelenti, hogy ez a madzag, amelyik itt vízszintesen van, ez mindegyik ingának a felső részét periódikusan fogja rángatni, vagyis ez lesz a kényszerrezgés, és ez a kényszerrezgés lesz az, amely meg fogja nekünk mutatni, hogy a különböző ingák hogyan is válaszolnak erre a kényszerrezgésre, mert tulajdonképpen ez egy kényszerrezgés, akárhonnan is vesszük. Ha valakinek van kedve, akkor az elgondolkodhat, és akkor azt mondjuk, hogy ez a frekvencia hogyan adódik át az összes többinek. Ez azt jelenti, hogy ha jól megnézitek, akkor a piros és a fehér közötti csatolás a leghatékonyabb, szerintem nagyon szépen látszik. A másikak is valamennyire lengenek, de nem nagy bizonyossággal. Ha megmérnénk ezeknek az ingáknak az amplitúdóját, akkor arra jöhetnénk rá, hogy ezeket a különböző hosszúságú ingákat, hogyha megnézzük, hogy ugyanarra a frekvenciára hogyan reagálnak, akkor tulajdonképpen meg tudnánk mondani, hogy azok az ingák fognak legjobban reagálni erre a kényszerrezgésre, amelynek a periódus ideje megegyezik. Az összes többi az gyakorlatilag lényegileg energiát alig-alig kap ebből a rendszerből.
csatolt rezgésekről beszéltünk, tehát ugye egyik oldalról megnéztük, hogy két azonos hosszúságú test között milyen csatolás lehet megvalósítani, különböző hosszúságú csatolásokra is láttunk példát, és ami most ezek után fog jönni, az egy sokkal izgalmasabb dolog. Lionel Wilberforce-ról kell beszélnem egy pár szót. Lionel Wilberforce egy nagyon izgalmas kísérletet mutatott be az 1800-as évek elején, és az kísérlet itt össze is van állítva. Hát nézzük meg, hogy miből áll ez a Wilberforce inga. Hát a Wilberforce ingán látunk egy csavarrugót. Ez a csavarrugó két részen van rögzítve. Ha oda fölmenne valaki, akkor azt láthatná, hogy annak a csavarrugónak a vége nem csak így föl van akasztva, hanem az a csavarrugó vége mereven meg van fogva. Ez azt is jelenti, hogy a másik végéhez pedig hozzá kötöttünk egy M-tömegű testet, és ez az M-tömegű test is nagyon erősen ide van csavarozva. Milyen rezgésekre képes ez a test, ez a Wilberforce inga? Hát senkit nem fog meglepni az, hogyha én ezt így függőlegesen lefelé lehúzom, akkor ez egy függőleges rezgésre képes. Így mi? De van egy másik dolog, ami ennél még sokkal izgalmasabb, megkeressük a nyugalmi helyzetét, ezt a Wilberforce ingát így is el lehet indítani. Tehát tulajdonképpen egy torziós lengésekre és egy translációs rezgésekre is képes ingát állítottunk össze. Wilberforce arra jött rá, és az volt ennek a Wilberforce ingának a nagyon nagy jelentősége, hogy ez a két rezgés, a rotációs rezgés és a translációs rezgés szinkronizálható a frekvenciája. Ha megnézzük magát az eszközt, akkor ugye azt lehet látni, hogy ezek a korongok, ezek az a csavarorson kifelé és befelé tekergethetők, és hogyha ezeket a korongokat kijebb-beljebb tekerjük, akkor a rotációs rezgésnek a szaporasága állítható. Annélkül, hogy elállítanánk a translációs rezgést, a translációs rezgésben csak a tömeg számít, a rotációs rezgésben pedig a tehetetlenségi nyomaték. Ugye a tömeg állandó, tehetetlenségi nyomatékot tudjuk hangolni, és ennek eredményeként el tudjuk érni, hogy a Wilberforce ingánk van, a két rezgés össze van csatolva. Ugye azt kell érteni, hogy amikor egy csavarrugót az ember így megnyújt, akkor a két vége egymáshoz képest el is fordul. Abban az esetben, ha a két végét rögzítjük mereven, akkor a két módus, a translációs módus és a rotációs módus csatolásba kerül, és akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy az egyik esetben a translációs rezgésünknek lesz nagy az amplitúda, és a rotációsé kicsi, és ebben az esetben a rotációs rezgésünknek lesz nagy az amplitúda, és az amplitúdója a translációsnak kicsi. Tehát tulajdonképpen azt is meg lehet mutatni, hogy egy testnek, ugye ez az egész egy együttes, ez az összeállítás a Wilberforce inga, kettő különböző rezgési lehetősége van, és ez a két különböző rezgési lehetőség csatolása révén egyik fajta energiából, egy másik fajta energiából fogunk tudni átmenni. A csatolt rezgésekkel kapcsolatosan egy kis kitérőt szeretnék mutatni. Nézzük meg még egyszer ezt az elrendezést, és hogy jól lássuk, ezt el is tolom. Így mi. Nézzük meg ezt az elrendezést, és akkor nézzük meg, hogy ez a test, ez az összeállítás, ugye áll kettő darab tömegpontból és három darab rugóból, ugye azt megnéztük, hogy egyszer mozoghat így. Igen ám, csak hogyha az ember kilép az egyenesből, és a síkba vagy a térbe átmegy, akkor azt is megtehetjük, hogy így is egy rezgésre képes ez a test. Sőt, mi több, ennek van egy ilyen módusa is. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek az összeállításnak van egyszer egy ilyen saját rezgése, van egyszer egy ilyen saját rezgése. Természetesen, ha nagyon akarjuk, akkor van egy ilyen saját rezgése is. Aztán elindíthatjuk ezeket így, és hát ugye ez ebből látszik a legkevesebb. Tehát ez az a lényege a dolgoknak, hogyha megnézzük, hogy ennek az ilyen módon előállított eszközünknek hány szabadsági foka van,
akkor mindegyik szabadsági fokásra fog jutni kettő darab lehetőség. Ugye erre a szabadsági fokra jut az azonos módus, illetve a vele szemben levő módus, erre a szabadsági fokra az azonos módus és a szemben módus, és ugye ugyanezt még ebbe az irányba is. Na, miért is mondom ezt az egészet? Hát ugye az a szép a fizikában, hogy az egyik pillanatból a rezgések és a csatolt rezgések világából el tudunk menni, és átmegyünk egy kicsit a hőtamba. Gondoljatok utána, hogy van egy molekula, ennek a molekulának mindenféle rezgési, szabadsági fokai lehetnek, és tulajdonképpen, amikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy mekkora egy anyagnak a fajhője, akkor majd meg fogjuk látni azt, hogy nem mindegy, hogy a molekula milyen alakú. Például lehetséges olyan, hogy egyetlen egy golyóval lehet leírni, de az is lehet, hogy egy kiterjedt molekuláról beszélünk, és a kiterjedt molekulában a minden szabadsági fokra jutó energia, hogyha állandó, ugye ezt az ekvipartíció tétele mondja ki, abban az esetben ennek a molekulának lényegesen nagyobb lesz a fajhője, és most már értjük is, mert mindegyik rezgésre fog, átlagosan ugyanannyi energia fog jutni, akkor világos, hogy akinek több a szabadsági foka, annak több lesz a fajhője is, nagyobb lesz a fajhője. Na, akkor tulajdonképpen akkor a rezgések még nem értek véget, hanem most jönnek az igazán izgalmas dolgok. Oszcilloszkóppal fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet rezgéseket összeadni. Hát a rezgések összeadásához, hát először is, ami nem szükséges, azt innen lebontjuk. Azt mondja, hogy ez se fog kelleni ide, meg ez se fog kelleni ide. Ígyni. Tehát következőkben azt fogjuk csinálni, hogy az oszcilloszkópunkról azt már láttuk, hogy egy kétsugaros oszcilloszkóp, de a jelgenerátorról még nem beszéltem, ez meg egy kettős jelgenerátor, van egy baloldali, meg egy jobboldali jelgenerátorunk, és akkor az egyik sugárhoz, tehát ehhez a felső sugárhoz tartozik ez a potméter, és abban lehet állítani, és a másikhoz pedig ez fog tartozni, hogy mindent jól tudjunk követni, egészen alacsony frekvenciára fogunk lemenni. És akkor azt látjuk, talán esetleg így egyszerűbb, hogy a felső rezgés az ugye egy kicsit ritkább, az alsó rezgés az pedig egy kicsit szaporább rezgés. Hogyha szeretnénk a kettőt azonos szaporosságúra beállítani, akkor semmi többet nem kell csinálnunk, csak hogy a felsőnél elkezdjük a frekvenciát addig állítani, még a két jel hát nagyjából azonos szaporosságú lesz, de az a helyzet, hogy mire jó ez? Ezt föl lehet tenni ezt a kérdést. Hát ugye azt már látjuk, hogy van két teljesen független jelgenerátorunk, és az oszcilloszkóp ezeket a jeleket képes összeadni is. Na most, azért, hogy egy kicsivel jobb legyen a helyzet, ezért azt fogjuk csinálni, hogy igen. Ha megnézitek, akkor azt lehet mondani, hogy a felső jelhez van szinkronizálva az oszcilloszkóp, és az alsó jel hozzá képest pedig frekvenciában csúszik, természetesen, hogyha változtatjuk, akkor ügyesek vagyunk, meg is tudjuk ezeket állítani. És ebben az esetben az oszcilloszkóp egy nemes egyszerű mozdulattal össze is tudja adni a jelet. És akkor azt lehet látni, hogy a jelünk ugye amplitúdója hol növekszik, hol csökken, egy egész kicsit ödébb megyünk, tehát ez azt jelenti, hogy az oszcilloszkópunk, ugye a két rezgés összegét látjuk itt. Azt lehet látni, hogy hol nagyobb lesz, hol kisebb lesz a jelünk. Ez attól függ, hogy a két jelünk, ugye, amit föl kell tenni, hogy ebben az időpillanatban, a függőleges időpillanatban, ehhez a jelhez ennek az értékét kell hozzáadni, az vagy összeadódik, vagy kivonódik, attól függően, hogy éppen melyiknek milyen éppen az előjele, és ennek eredményeként, hogyha az összegét nézzük, akkor azt látjuk, hogy időben egy ilyen változó jelet kapunk, hát ez is egyfajta rezgés. Na most, ha megnézzük azt, hogy egy szaporább
jelet fogunk kinézni, tehát megyünk egy kicsit följebb, egy range-el följebb, azt mondja, hogy igen. Egy pillanat, ezt mindjárt hozzáhúzzuk ehhez a másikhoz. Így. Pillanat. Álligatni kell a... Igen. Na most, azt szeretném elérni, azt mondja, hogy az amplitúdó frekvencia. Majdnem sikerült megállítani a jelünket. Szeretnék egy állóképet produkálni, egy majdnem állóképet. Na, ha most a kettőt összeadjuk, akkor... Azt szeretném megmutatni, hogy a két jelt, hogyha összeadjuk egymással párhuzamosan, az az igazság, hogy... Igen. Egy picit. Igen. Igen. Azt lehet látni, hogy akkor a két jelet, ha összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy megjelenik a rezgésnek az összege, meg megjelenik a rezgésnek a különbsége is, tehát frekvenciában. Nem egyszerű ezeket a jeleket megállítani, sajnos. Mindjárt nézzünk egy olyat, hogy hogy lehet megállítani. Hát igen, a két jelnek a szinkronizálására nem egyszerű a megoldás. Egy pillanat. Egy olyan jelet szeretnék mutatni, amikor pillanatra olykor-olykor látszik. Hát néha megáll egy pillanatra jel. Az a baj, hogy ezeknek a potenciométereknek a tekergetése nagyon nagy értékeket ugrik. Hát, na, minden esetre az ember matematikai módszerekkel adogatja össze ezeket a függvényeket, mondjuk egy Gnuplot nevű program segítségével, akkor sokkal egyszerűbb dolga van. Amit szeretnék még megmutatni, hogy az oszcilloszkópunknak van egy olyan lehetősége, hogy a két rezgést egymásra merőlegesen is össze tudjuk adni. Tehát ez azt jelenti, mindjárt megmutatom, azt mondja, hogy 10 Hz. Hogy tudunk egy ilyen irányú rezgést létrehozni, ez tulajdonképpen a nagyjából 10 Hz-es frekvencia, és meg tudjuk tenni, hogy a másikat is meg tudjuk rezgetni a másik irányba. Valamint azt is meg tudjuk tenni, hogy a két rezgést egyszerre kapcsoljuk be, és akkor tulajdonképpen az egyik is egy viszintességbe rezeg, a másik pedig egy függőlegességbe fog rezegni. Tehát most tulajdonképpen, amit szeretnénk megmutatni, az nem más, mint hogy két rezgésnek az összegét hogyan tudjuk megjeleníteni abban az esetben, hogyha egymásra merőlegesen adjuk össze. Tehát, hogy így néz ki a két rezgés, pillanat, tehát így néz ki a két rezgés egymás mellett. Tehát pillanat, azt mondja, az egyik rezgésünk az itt van, a másik rezgésünk pedig ott, tehát szerintem ez így szépen látszik. Ha kettőt összeadjuk, akkor pedig látjuk a két rezgésnek a
az összegét. Na most, az a helyzet, hogy ezeket a liszazsúféle görbéknek hívják. A liszazsú görbék segítségével meg lehet mutatni azt is, hogyha két rezgés azonos szaporoságú, akkor a liszazsú görbénk igen izgalmas fázisokat tud mutatni. Ugye az egyik eset, amikor megnézzük, akkor azt fogjuk rövidesen látni, hogy a két rezgés összeg egy egyenes lesz. Most éppen egyenes, aztán lesz egy ellipszis, az ellipszisből lesz egy kör, egy szabályos kör, aztán megint egy ellipszis, közben megváltozik az ellipszisnek a nagy tengelyének a hajlásszöge, aztán megint lesz belőle egy egyenes, ez tulajdonképpen a legegyszerűbb fajta liszazsú görbe. Ha megnézzük a két rezgést, akkor azt látjuk, hogy íme itt van a két rezgés, és a két rezgés azért kell alacsony fordulatszámon, vagy alacsony frekvencián csinálni, mert hogy tehát itt van a két rezgésünk, és akkor látjuk, hogy a két rezgés ugye szép lassan az egyik a másikon csúszik, és ennek megfelelően mindegyik helyzetben megnézhetjük, hogy éppen milyen lesz az összeg. Ha 90 fok, akkor éppen kör lesz, hogyha 108, hát és akkor ennek megfelelően szerintem nagyon szépen látszik. Abban az esetben, hogyha ezt a frekvenciát megduplázzuk, ugye ez 1818 Hz, azt mondja, az 36, akkor tulajdonképpen elő tudjuk állítani a liszazsú görbéből a következőt, ami tulajdonképpen két egy lemniszkátára emlékeztető, meg egy parabolára emlékeztető alakban van. És hát gyakorlatilag ezekkel a módszerekkel rezgéseket össze tudunk adni. Én azt mondom, hogy ezeket az oszcilloszkópon előállítani nem túl egyszerű, legalábbis ezzel az eszközzel, ebben a jelgenerátorral nem túl egyszerű. Tudom javasolni, hogy inkább a matematikai módszerekhez menjünk tovább. Azt mondja, hogy amit még szeretnék megmutatni, két rezgés összeadása történhet másképpen is. Itt van két darab hangvilla. A hangvillák ugye arról híresek, hogyha fogja az ember egy kalapáccsal, egy hozzával kalapáccsal megüti, akkor tudunk egy jó meghatározott frekvenciájú hangot előállítani. Az ilyen hangvillák körülbelül színuszos jelet tudnak produkálni. A két hangvilla teljesen megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a hangjuk is meg fog teljesen egyezni. Azt meg lehet tenni, hogy az egyik hangvillára teszünk egy kis tömegpontot, és ezt a tömegpontot, ha ide elhelyezem, akkor meg fog változni ennek a hangvillának a hangmagassága. Azt hiszem, hogy igen jó fülű embernek kell lenni, aki ezt a különbséget meg akarja hallani, de a két különbséget nagyon jó hallhatóvá lehet tenni, ha én a két hangvillát egy időben ütöm meg. Ez azt jelenti, hogy ennek a rezgése, meg ennek a rezgése eljut ide a mikrofonig. A mikrofonnál a két rezgés összeadódik, és hogyha a két rezgés frekvenciája különbözik, akkor ezt mi hangerősödés és hangcsökkenésben fogjuk megélni. Abban az esetben, hogyha a frekvenciát egy kicsit elhangoljuk, akkor ez az erősödés és gyengülés, akkor ez egy másik hang lesz. Ha túlzottan nagy a kettő közötti különbség, akkor meg fog jelentkezni egy újabb frekvenciájú hang, tehát lesz az A hang, meg lesz a B hang. Amikor együtt megütjük, akkor megjelenik a kettőnek az összege, és a kettőnek a különbsége. Ha a kettőnek a különbsége hallható, akkor izgalmas lesz a jelenségünk. Tehát egy olyan hangot hallunk, ami időben pulzáló hangerősségű. Hát az a lényeg a dolgoknak, hogy ezekkel a frekvenciákkal,
hogy a két frekvencia megegyezik, vagy nem egyezik meg, ez tulajdonképpen egy nagyon egyszerű módszer az összehasonlításra, és az összehasonlító eszköz éppen a fülünk. Én kikészítettem ide egy olyan hangolósípot, amely gitár hangolásához használható. A gitárnak a húrjainak a megfelelő frekvenciáját beállították. Itt van az egyik. Itt van a másik. Tehát két darab gitárhangoló sípunk van. Mind a kettőnél ugyanazt a hangot, hogyha megfújom. Nem tudom, hogy hallottatok-e közöttek különbséget. Fújjuk meg egyszerre a kettőt. Szerintem most már még a botfülűek azon olyan botfülűek, mint én, akinek abszolút hallása nagyon messze van. Úgy is mondhatnánk, hogy fényévekre van tőlem. Tehát tulajdonképpen ezzel így lehet hallani. Nagyon fontos, hogy ezeket a lebegéseket a zenében el kell kerülni. Éppen ezért, amikor egy komoly nagy zenekar összeáll, úgy értem a komoly alatt, aki ad magára valamit, és szeretné, hogy élményben részesíteni az embereket, akkor ezeket a zeneszerszámokat össze kell hangolni, mert ezek a lebegések a zenélés közben, ha megjelennek, akkor még a macskák is elszaladnak. No, hát a lebegésen túl vagyunk, akkor amit szeretnék megnézni, a legizgalmasabb, és ezzel tulajdonképpen azt hiszem ezzel fogok elköszönni a tőletek, egy izgalmas eszközt tartok a kezemben. Ugye a csatolt rezgések, a kényszerrezgések alkalmazására született egy olyan eszköz, amit úgy hívunk, hogy frekvenciamérő. Ha megnézitek itt, ilyen kis téglalapocskák vannak egymás mellett. Ha szétszednénk a frekvencia mérőt, akkor azt tapasztalnánk, hogy ezek különböző hosszúságú lemezkék, ilyen nyelvecskék, ahhoz hasonlít egy kicsit, mint amit ez az összeállítás mutatott, hogy van különböző hosszúságú matematikai ingánk van, és megnézzük, hogy melyik lesz az a matematikai inga, amely erre rezonálni fog az adott frekvenciára. Amit meg tudunk mutatni, hogy az oszcilloszkóp melletti részen, ha idehajolunk, akkor ezzel meg tudjuk mérni, hogy mennyi a frekvencia. Abban az esetben, hogyha a hálózati frekvencia 50 Hz, akkor a középső rész fog reggeni. 48-tól 52 Hz-ig tudunk ezen mérni. Ha bekapcsoljuk, azt hiszem nagyon jól lehet látni, hogy a középső nyelvecske az valami elképesztően nagy amplitúdóval rezeg, a költ összes többi, ami mellette van, az pedig gyakorlatilag nyugalomban van. Ha most visszatérünk egy kicsit, amit említettem nektek ennek a rezgésnek a kapcsán erről, hogy mekkora a félértékszélesség, ahhoz, hogy a műszerünk jól tudjon működni, akkor ezeknek a nyelvecskéknek, a félértékszélességének nagyon csekélynek kell lenni, és így tud nagyon precízen megmérni majd frekvenciát. Még egy apróságot engedjetek meg. Leellenőrzöm, hogy van egy kísérlet, amit kihagytam, de szerintem nincs. Úgyhogy megköszönöm nagybecsű figyelmeteket, és kellemes elmélyülést kívánok a fizikában. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!